Sziasztok, srácok! Itt ismét Vémiem. Ezer meg ezer évvel ezelőtt volt egy olyan sorozatom a, itt a csatornán, a kártyajátékok sorozat, amiben, hát ilyen kártyajátékokat mutattam be, hát természetesen főleg francia kártyával, viszont most egy rendhagyó része következik hosszú-hosszú idő után ennek a sorozatnak, ugyanis találtam uh, iPhone-ra egy játékot, ami annyira tetszett, hogy úgy voltam vele, hogy hát ez nem egy gaming csatorna, de mégis megosztanám veletek, mert létezik ennek egy fizikai változata is, tehát nem telóra, hanem normál board game, amit, ha jól tudom, az ilyen egyszemélyes board game. Legalábbis nem tudom, hogy ezt lehet-e többen játszani, mert ugye az iPhone változata, ez egyszemélyes. Mindenesetre annyira tetszik így a, a maga a szabályok meg az egész játék, hogy hát úgy voltam vele, hogy megosztom veletek. Ez az Onirim. Onirim, Shady Torbi-nak a... Miről szól ez a dolog? Látjátok ezt a fekete macskaszerű nem tudom micsodát, valami lényt, ami e, egy egy ilyen rémálom figura, ugyanis arról szól a játék, hogy e, álmodunk, rémálmunk van, és e, tulajdonképpen ez az onirim, lehet, hogy ez az onirim, nem tudom, minden ez a fekete lény, ez a nyomunkban van, és próbál e, minket el kapni, és hát a rémálomban tartani örök időkre, nekünk pedig meg kell szabadulnunk. Rá is nyomok itt nektek a playre, hogy lássátok, hogy mi történik. Ö, én már játszottam egy-két dolgot, mert a szabályokat ugye valahogy hát... Uf, nem egy túl egyszerű, viszont hogyha egyszer megérti valaki a szabályokat, akkor, akkor nagyon jó pofa játék. Tehát ö, 8 darab ajtót kell megtalálnunk, így a kártyák segítségével, és tulajdonképpen akkor megszabadulunk ebből a rémálomból. Na, hogy lássátok, hogy miről van szó. Fölül láthattok ajtókat, ott van a nyolc ajtó az onirin felirat alatt, van két piros, két kék, kék zöld, és két darab ilyen, hát ilyen bézs színű barnás ö, ajtó. Itt vannak alul a kártyák, mindig a kezünkben 5 darab kártya Alatta látjátok a paklit, és mellette két számot. A tízes szám az azt jelenti, van ilyen rémálom figura, ez a, hát lehet, hogy ez az Onirim, nem baj, nevezzük Onirimnek, jó? Tehát Onirimből van 10 darab a pakliban, és a teljes paklinak a száma pedig a 71. Kétféle módon érhet véget a játék. Az egyik az, hogy elfogy a teljes pakli, igazából, nem, azt hiszem ez, elfogy a teljes pakli, tehát hogyha nem sikerül kinyitnunk az összes ajtót, akkor nekünk annyi. Na, játszunk egy kicsit, és próbálom mondani közben a szabályokat, mert kicsit olyan, olyan, olyan bonyi a dolog. Tehát látjátok, vannak színes kártyáink, és a kártyáknak vannak ilyen jelölései, van kulcs, van napocska, van hold. A feladat az, hogy az ajtót úgy lehet kinyitni, vagy hát megkaparintani, hogy három darab ábrát, három darab kártyát kell kirakni azonos színből, de különböző ábrák legyenek. Nem kell mind a háromnak, de egymás után nem jöhet két azonos. Tehát például egymás után nem jöhet két napocska, egymás után nem jöhet két kulcs, hol, stb. stb. Itt van két zöld kártyám, kezdjük mondjuk egy ilyennel. Kapunk egy újat. Ú, látjátok? Itt van a másik lehetőség. Nagyon jó, pont jól jött ki. Itt van a másik lehetőség, hogy hogyan lehet kinyitni ajtót. Ha megnézitek, a piros kártyáim között van olyan, amin kulcs szerepel. Ha ajtós kártyát húzok, ez egy ajtós kártya, ami a pakliban van, és van ilyen kulcskártyám, ha, bűvész szakszó, kulcskártya, akkor kinyithatom rögtön ezt az ajtót, vagy pedig van ez az örvény jelölés, ez az örvény az azt jelenti, hogy visszakerül a csomagba, visszakeverjük. Én természetesen most ki akarom ezt nyitni, tehát elveszik azt a kártyámat, és kinyílt a vörös ajtó. Kaptam két kártyát, mindig ötre egészítjük ki. Ha látjátok itt a jobb alsó sorokba, oda gyűjti a már elhasznált kártyáimat a játék. Na nézzük, tehát kiraktam egy ilyen zöld kis napocskát, van itt nekem egy zöld kártyám, ami egy hold. Hoppá, Onirim, megjött Onirim, őt is bemutatom nektek. Ha Onirimes kártyát húzok, akkor igazából négy lehetőségem van arra, hogy megszabaduljak. Meg kell tőle szabadulni, látjátok így, elkapott minket. A négy lehetőség az az, hogy az első itt ez a kéz és kártya, hogyha azt választom, akkor a kezemben lévő összes lap vuty kikerül, tehát az nem játszik többet, kikerül a pakliból. Van a mínusz 5, az azt jelenti, hogy a pakli öt felső lapját elveszi a játék, legyen az bármi. Van az ajtó, az azt jelenti, hogy egy ajtómat, egy már meglévő ajtómat, az beválthatom, tehát akkor az elveszik, vagy pedig itt van a kulcs, ami azt jelenti, hogy ha a kezemben van kulcskártya, akkor felhasználhatom. Hát én most a kulcsot fogom választani, és ki is jelölöm a kulcsot. Onirim eltűnt, a kulcskártyámat elvesztettem. Na most, látjátok, már csak 9 darab Onirim kártya van a csomagban. Na nézzük, a zöld kártyám nincsen, és nem akarom megszakítani ezt a sort, ezért azt tudom csinálni, hogy van két ilyen vészszínű kártyám, meg piros, hát mondjuk egy ilyen bést, azt, hogyha oldalra ide elhúzok, akkor kidobódik, jön helyette új. hát ez nem volt egy jó business, ezt is elvesszük, oh, nagyszerű. Ja, és hát ugye, hogyha rányomunk itt jobb oldalt, a elhasznált kártyákra, akkor itt láthatjuk, hogy melyik típusból, mert ugye ennek is véges a száma, hányat dobtunk már el, tehát taktikázni is kell. Hát most eldobok egy ilyen kéket. Ó, nagyszerű, fantasztikus. Azt a zöldet én meg akarom mindenféleképpen kaparintani. hozz már egy zöld. Oh. Látjátok, hogy ha ajtósat húztam, nem volt nálam zöld kulcskártya, akkor ment az örvénybe, és visszakeverődött a csomagba. Jó, szia. Ó, végre, végre. Kaptam egy napocskás zöld kártyát. Látjátok, hold volt az utolsó, ezért mellé tudom rakni, és így, mivel megvan a három, nem volt egymás mellett kettő, kinyílt egyetlen egy ajtó. Ó, kaptam még egy ajtót, de ajtót az, az nem maradhat a kezembe, ezért ment az örvénybe. És nézzétek, most tök jó, tök jó lenne, mert ugye van egy három kék kártyánk, napocska, hold, napocska. Azt gondolnánk, hogy ezt így berakhatnánk, ugye? Viszont a zöld, Látjátok, napocskával végződik, ezért azt nem rakhatom oda, mert kettő egymás mellett nem lehet ugyanolyan. Tehát kénytelen vagyok egy másik színnel, mondjuk, hát mondjuk lehet kék, csak akkor mondjuk a holdal kezdeni. Húztam meg én egy ajtót. Ó, kulcs, a kulcskártyákra vigyázni kell. Jöhet mondjuk egy napocska most már, mert az más. Hmm. Viszont ezt a napocskát eldobhatom. Ó, kulcs, kulcs. Itt, ez is különbözőnek számít, kulcs. Tök. Van már is egy kék ajtónk. Kapunk egy kártyát, meg ki kell egészíteni. Ó, piros, nézétek! Kulcs az utolsó, tudom rakni a napocskát. Jó. Aj, ne! Te hiányoztál még ide, nem baj. Ezt a kulcsot akkor felhasználjuk. A piros napocskány még ott van. Ez is előfordulat, most nézétek meg. Huh, na jó. Hát. Nem a kezembe lévő az nekem kéne, akkor a pakliról vegyél le légy szíves sőt, lapot, jó? Egy, egy, volt benne egy Onirim kártya is, azt nem veszi ki, az visszakerül. Tehát olyan nincsen, hogy a felsődben, hogyha a ajtó vagy Onirim van, hogy az kikerül, nem, az megy az örvénybe és visszakerül. Na de, nézzétek, hát ha ez az, a másik kulcsot az azért tartom meg, a pirosat, mert ugye az nekünk jó, hogyha jön egy ilyen onirim. Ezzel viszont kilokkoltam még egy ajtót, és már is van két darab piros ajtónk. Már csak négy darab ajtót kéne megtalálnunk. Valahogy. Na jó. A pirosakat az dobhatom most már. Kulcsot nem, azt inkább megtartom. De a pirosakat dobhatom, mert mind a két piros ajtón megvan már, az nem kell. Ó, kulcs. Kulcs, 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 kulcs. Ide jól jöhetne még az a kulcs. Jó, akkor a következőt fogjuk csinálni. Kékből még kell egy, berakok egyet oda. Zöld, zöldből is kéne, de akkor hagyjuk ezt a kéket. Piros, je! Yeah. Kék, ó, oh, oh, a francba. Kulcs, nagyon jó, kulcsokat hagyjuk. Onirim, szavasz! Ha, oh, ó, tele vagyok kulcsal, tessék, kapsz egyet. Piros ajtó már nekem úgy se kell. Hát, ha jön egy ajtó. Zöld, zöld, elvesszük. Zöld kulcs, oly, piros, piros kulcsot akkor hast Pok. Mm -hmm -hmm. Na most, ez egy érdekes szituáció. Kulcsot raktam ki. Ha kulcsot rakok ki ide ebbe a, a tehát kulcsot dobok el, akkor tulajdonképpen az történik, hogy hát itt látjátok, látom a, látom a, a a kártyákat, mik következnek, és. tadam azt kidobjuk. Egyet kidobhatok belőle. Ez egy ilyen jutalom. Ami nagyon jó, ami nagyon jó, nagyon jó. Jó, mi lenne, hogyha. Hát, hogyha húznék egy kék ajtót, és van kulcsom, na jó. Piros nem kell. Kék kártyát légy szíves, kék kártyát, valami kéket. Ne, ne, valami kéket. Ez az, de jaj, de az meg kulcs. Jaj, nem már. Ez nem kell. Úja, újjaj, jaj, új. Ajj, 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 ajj. Bocsi. Téged nem kérlek. Ugye megint kulcsos kártyát dobtam ki. Viszont tudom, hogy ajtó jön, mert ugye azt laktam be oda. Ezért meg is tudok szabadulni. És, jaj. Hülye voltam, valljuk be, mert nem állítottam be jól, ugye a a kártyákat, mert azt, azt, azt én variálhattam volna és nem állítottam be jól na jó hát akkor tőled szabadulunk meg köszönjük, na nézzük zöld ajtó, zöld ajtó. Ö, inkább kezdjük vele így, így így, nagyszerű megvan a másik bézs ajtónk is, már csak két ajtót kéne egy Kék nem jó. Az a zöld az annyira jó lenne nekem, az a kulcsos dolog. Na most mit csináljunk? Tudod mit? Odaadom a kulcsot, mert van két másik zöld kártyám. Hát ha ki tudom váltani azt az utolsót, nagyon nem, nagyon nem úgy tűnik. Mert akkor azt csinálom, hogy berakok így egy holdat, így egy napot, és tulajdonképpen a pirosakra nincs szükségem. Jaj, légy szíves, adj egy másik zöldet. Adj egy másik zöldet. Ne! Könyörgök, ne! Na most mit csináljunk? Ugye, hát itt, itt kell taktikázni, mert kékből tudnék egy ajtót összeszedni, viszont ha öt lapot leveszek, már csak tíz lapom van. Kockáztassunk, jó? Leveszünk öt lapot. Mi az az öt lap, amit leveszünk? Csak ne... Ú, ú jó, jó, napocskás, nem érdekes. Jó, 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 viszonylag jó. Hát meglátjuk. Ajaj, ajaj, ez már nem kell. Megőrülök. Nem fog sikerülni, srácok. Már látom, nem fog sikerülni. Tuti nem fog sikerülni. Tuti nem fog sikerülni. 5 lapot leveszünk, marad egy lapunk. Ez, 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 már, ez már halál. Ott lett volna, ja nem, mert az nem is. N nincs is zöld. Nem, így már nem sikerülhetett volna. Last elvesztettük a játékot, srácok. Így már nem sikerülhetett volna. Na, egy, nagyjából értitek a szabályokat. Igaz? Nagyjából értitek. Egy gyors játékot akkor most így, hogy nézzétek meg, hogy hogy néz ki, amiközben gyorsan játszik az ember. Jó, ezt berakjuk oda, ezt berakjuk oda. Ő, jaj, szavasz, haver. Köszönjük. Kapsz egy kulcsot, jó? Tessék. Kapsz egy kulcsot. Hoppá! Jöhet. Nagyszerű, egy már van. Nagyon, nagyon izé, stratégiai a dolog különben, de nekem tetszik, tehát nekem, nekem bejön ez a dolog. Ú, <coughs> uh, az a kék, az nagyon kéne. Jaj, nem már. Nem már. Nagyon jó, nagyon jó. Vidd a kulcsot, kaptunk még egy ajtót. Ez az. Jó, gyere. Megvan a másik kék. Oké, okay. kékekkel meg vagyunk. Még egy kártyát kérek, nagyszerű. Kék már nem fog kelleni, viszont mondom nem fog kelleni. Ó, nagyszerű. Pirosból hátha tudunk, nem, köszönöm, jó. Jó, keverd vissza. Piros, piros, megvan a piros ajtó is, tökéletes. Megvan a piros ajtónk is, pirosakkal is meg vagyunk. Ó, van egy bézsünk is. Kockázatos, mert nincsen kulcsunk, de viszont van három ilyen zöld. Épp mondani akartam, van a három ilyen zöld cuccunk, ezt odaadom neki, mert hát meg vagyunk nélküle talán. Jó, az nem maradhat a kezembe rögtön, az se, már is kettő, kettő Onirim kártya, jó, keverjük vissza őket szépen a csomagba. Oké, okay. bézs ajtó kell nekünk, meg zöld ajtó kell nekünk, tehát napocskával nem kezdhetek, ezért kezdek holdacskával. Nagyon jó, és adjál egy, ne, ja de van kulcsom, jó, piros jöhet, tessék tessék parancsolni és ott van a bézs, látjátok srácok, megvan és már csak két zöld ajtó kell nagyban függ a szerencsétől ez a játék tehát tényleg, hogy hogy jönnek a kártyalapok egymás után, tényleg nagyban, nagyban, nagyban függ holdat nem rakhatok oda, köszönöm nincsen, nincsen, nincsen nincsen, nincsen kulcskártya, nem baj, a kezemből vigyed akkor a lapokat, jó Egyébként, hogyha választanom kéne, hogy ezt tényleg fizikailag megvenni ezt a játékot, vagy pedig így iPhone-on vagy gépen játszani, ez abból a szempontból szimpatikusabb. Ó, nézzétek, van három. Ne, kulcs. Tehát ugye ott keverni, meg rakosgatni, ez, ez inkább szerintem ilyen játék, mint fizikai. Kivéve... Kivéve, hogyha lehet többen is játszani. Bár ö, ezeket a szabályokat ismerve nem hiszem, hogy lehet. Legalábbis nem tudom elképzelni. Nem már pehjem van, srácok. Látjátok, ha kettő, tehát ott, ott kering az örvénybe egy, de jött még egy, nem kerülhet be még egy, ezért Aj, ne. És viszi a zöld kártyáimat. Viszi a zöld kártyáimat, látjátok? Nagyon rossz, nagyon rossz, nem jó ez így. Na jó. Jó, van egy zöld ajtó. Már csak egy zöld ajtó kell. És kijutunk. Hmm, Hello. Jó, kulcsot kaphatsz. Tessék. Egyébként, srácok, nagyon ritkán jutok így. Ah, kulcs, kulcs. Van zöld ajtó. Van zöld ajtó a pakliban. Tudjuk, hogy van zöld ajtó a pakliban, ezért ezt így szépen... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Nagyon ügyes döntés volt, és nézzétek, srácok, megvan az utolsó ajtó is, és már 7 játékot nyertem, de 16... Mi ez? 16 cards? Igen? Best remaining. Ja, best remaining 16 kártya. Igen, az volt a legjobb eddig, hogy 16 kártya maradt a csomagban. Azt hittem most maradt 16, ony nem. Na, srácok, ö, éppen azt akartam mondani, hogy nem ö, sokat ö, játszok, nincs sok időm így játszani. Viszont, ö, és ezt azért említem most, mert most játszottunk, hogyha esetleg ö, ö, néznétek pár játékot itt tőlem, ilyen, főleg ilyen iPhone játékokat. Ilyen ilyen mobil játékokat, akkor itt látjátok, kirakom a kis csatornát. Van egy ilyen kis mini csatornám, amivel bevallom szintén, annyit nem foglalkozok, mint ezzel a csatornával, mert tényleg nem játszom annyit. De, hogyha esetleg összegyűlünk, akkor lehetséges, hogy, hogy oda is több tartalmat gyártok. Majd nem ígérem, mert azért mégiscsak inkább a bűvész csatornát részesítem előnyben. Minden esetre ezt úgy döntöttem, hogy inkább ide töltöm fel, mert mégiscsak kártya, hogyha valaki elég kreatív, akkor akár, hát mit tudom én, egy francia kártyára is átültetheti ezt a, ezt a szabályrendszert, ami itt az Onirimben van, és lehet játszani, vagy kitalálni játékot akár, mit tudom én, királyokkal, dámákkal, bubikkal, valami ilyesmi. Na, srácok, ö Köszönöm, hogy ezt a videót is végignéztétek. Hogyha tetszett, feltétlenül nyomjatok egy lájkot, like ne felejtsetek el feliratkozni sem, és akkor legközelebb találkozunk. Szerintem kártyát fogunk bontani, de majd kiderül. Na, legyen meglepetés. Addig is legyetek jók. Sziasztok!